Szeptembertől minden harmadik életévét betöltött kisgyermeknek kötelező az óvodai nevelésbe részt venni. A törvényi változásokról, a beiratkozás rendjéről, idejéről, a szükséges okmányokról, valamint a körzethatárokról is nyilatkozott a címzetes főjegyző. Május 4-től 8-áig tartják a gyári óvodákban a beiratkozásokat. Ezeken a napokon 8 órától 16 óráig minden napon meg kell felkeresni az óvodákat, és ott megtenni a szülőknek a beiratkozást. A beiratkozáshoz szükséges, hogy a gyermek születési anyakönyvi kivonata, tajkártyája, oltási kiskönyve, illetve esetlegesen a betegségekről meglévő igazolás. A szülőnek szükséges, hogy a személyi igazolványa, illetve a lakcímkártyája, és nagyon fontos, hogy a gyermek lakcímkártyájának 2015. február 4-e előttinek kell lenni, annak érdekében, hogy a felvételt nyerhessen a gyermek. Jelentős változás, hogy a 2015-2016-os nevelési évtől kezdődően a 3 éves kort augusztus 31-ig betöltött gyermekeknek legalább 4 óra kötelező óvodai foglalkozáson kell részt venniük. Ezen foglalkozás alól a jegyző felmentést adhat, azonban nagyon fontos mindenkinek tudni, hogy először a beiratkozást kell megtenni a szülőknek, és a beiratkozás után kell a védőnő, illetve az óvodavezető javaslatával ellátott felmentési kérelmet eljuttatni a polgármesteri hivatalba június 1-ig. Ha már itt tartunk, hogy felmentés, akkor mire hivatkozhat egy szülő? Otthon levő kisebb testvérre, vagy pedig arra, hogy az édesanyja otthon tartózkodik, tehát otthoni munkát végez? Milyen indokok lehetnek, amit a jegyző el tud fogadni? Hát elég tágan fogalmaz a jogszabály, ugye azt mondja, hogy a családi körülményekre, illetve a gyermek speciális helyzetére való tekintettel lehet a felmentést megadni. Valóban ugye akkor, hogyha úgy látja a polgármester hivatal, illetve a jegyző, hogy a szakemberek véleménye alapján a gyermeknek, a kisgyermeknek az otthon történő nevelése legalább olyan hasznos, mint hogyha óvodába kerülne, akkor meg fogjuk adni valószínűleg ezeket a felmentéseket. Nyilván ez szükséges az, hogy az óvodákban hogy látják ezt, illetve a védőnő, aki egészen a születésétől ismeri a gyermeket, ő milyen véleményt ad a család otthoni körülményeit is ismerve. Körzethatárok nem változtak, ezeknek a listája megtalálható az önkormányzat honlapján, illetve az egyes óvodákban is ki vannak függesztve, tehát az óvodavezetőknél vagy a polgármesteri hivatalban 13-as szobában lehet érdeklődni, akár a körzethatárokról, akár a felmentési kérelemmel kapcsolatban.